Az Apple már bent van. Itt az a kérdés egyébként, hogy a bent levő Apple termékeket hogy tudjuk integrálni a meglévő folyamatokba, a meglévő rendszerekbe. Én szerintem jelenleg a vállalatok számára ez egyik nagy kihívás, illetve az Apple számára az a kihívás, hogy ezt az egészet hogy teszi olyan folyamatba és olyan rendszerbe, hogy egyfelől munkavállalói elégedettséget lehessen generálni és hatékonyságot lehessen generálni, hogy ez itt az Apple és a munkaadóknak a közös célja. A Delta rengeteg figyelmet fordított arra, hogy olyan testre szabott termékeket dolgozzon ki, amik a vállalatoknak segítik a jelenlegi helyzetét. Ugye jelenleg azért egy CAPEX hiányos vagy CAPEX szegény környezetben dolgozunk együtt, ezért dolgoztunk ki olyan OPEX alapú megoldásokat, hogy ne egy nagy CAPEX-et kelljen betolni az elején magába a beruházásba, hanem ezt havi részletekkel tudják majd törleszteni. Nyilván minden bizniszkéz alapú, minden egyes beruházás mind a mellett, hogy hatékonyságnövelő, vagy ügyfélmegtartó, vagy dolgozói elégedettséget erősítő, mellett ennek meg is kell, hogy érje a válasz számára. Én azt látom, hogy az Apple rengeteg energiát fordít arra, hogy ugyanazt az Apple élményt, amikor kibontunk otthon, mint egy lakossági user, kibontunk otthon egy Apple terméket, és az szinte azonnal gyakorlatilag a rendelkezésemre áll, hogy ugyanezt az élményt éljük át úgy, ugyanúgy munkavállalóként, de ez szabályozott és korlátozott és biztos kereteken belül. Tehát amikor kibontom, akkor csak azok az alkalmazások és csak azok a megoldások legyenek elérhetőek az Apple eszközön keresztül, amit én, mint a vállalat belső IT vezetője, vagy belső biztonsági szakértője, vagy vezetője meghatározott.